Egy szomorú hírrel kezdünk. Életének 68. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Belenrek Miklós, nyugdíjas pedagógus, címzetes igazgató, a Kán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke. A közkedvelt pedagógus a Kanizsa Médiaház munkásságát is számos esetben segítette, terjesztő a környezet védelmére irányuló interjúival. Nyugdíjba vonulását követően is rendkívül aktív életet élt. Nagykanizsa önkormányzatának klímavédelmi referense volt, folyamatosan segítette és tanította a felnövekvő generációt, elhivatottan kiállt a fenntarthatóság és a környezetvédelem mellett. Munkásságát számos elismeréssel díjazták, nevéhez fűződik egyebek mellett a Kánkároly környezetvédelmi verseny évtizedeken át zajló megszervezése.